Műszaki hiba okozhatta a hajnali tömegbalesetet az M5-ös autópályán a rendőrség szerint. Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és a szemközti oldalon két autóval ütközött. A becsapódás után mindhárom jármű kigyulladt. A személyautóban utazó 7 ember szörnyet halt, a kamion vezetője sérülések nélkül megúszta a balesetet. A felismerhetetlenségig összetört és kiégett roncsok maradtak a hajnali tragédia után az M5-ös autópályán. 2:30 körül egy kamion átszakítva a szalagkorlátot a szemközti oldalon érkező személyautókkal ütközött. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy kamionos Budapest felé haladt, amikor eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti baloldalra. Éppen odaérkezett két személyautó, ami a kamion rakományának ütközött neki. A rakomány és a két személygépkocsi azonnal kigyulladt. A benne utazók életüket vesztették. Perceken belül tucatnyi tűzoltó érkezett a helyszínre, akkor még teljes terjedelmükben égtek az autók. A baleset ez elsőként a kisteleki katasztrófavédelmi őrs egysége, majd a szegedi hivatásos tűzoltók további egységei érkeztek, több mint 20-an kezdték meg az oltást. Kollégáim oltás közben több holttestet is találtak a roncsok között. A balesetben 7 haltak meg, 4 az egyik kocsiban, 3 a másikban. Úgy tudjuk, a kamionvezető sérülés nélkül megúszta az ütközést, és még a tűzelőt ki tudott ugrani a vezető fülkéből. A rendőrök egyelőre csak az egyik autó utasait tudták azonosítani, egy román 4-tagú család utazott benne. A baleset képeit megmutattuk egy igazságügyi műszaki szakértőnek. A kamion minimum ugye 80-85 kilométerrel átszakítja a korlátot teljesen. Kőfalvi Gyula azt mondja, nagy valószínűséggel az áldozatok nem a tűzben, hanem már a becsapódás pillanatában meghaltak. A relatív ütközési sebesség a 150-160 kilométer, tehát akkora mértékű a roncsoláson kívüli lassulás értéke, hogy a túlélési sansz majdnem zérus. A hajnali időpont és a kamion szemközti oldalra sodródása felveti az elalvás lehetőségét. A rendőrség délután kiadott közleménye szerint azonban a baleset feltehetően műszaki hiba miatt történt.